Banyakov Jegyacsán a város szélén élnek a menekültek egy egykori üdülőközpontban. Azt mondják, itt jól fogadják őket, úgy, mintha családtagok lennének. We got everything, we got good sleeping, good food, and good cleaning, we got everything. So it is a good place, it is a good people, we have got everything. There are different people from Algeria, Morocco, Somalia, we have different. And it's kind of like really, it's not new to me to live with amongst other people. But as one thing, we all have the same goal. Everybody here share one thing. They all have problems. Mesélik a szomáliai fiatalok. Sokszínű ez a csoport. A legtöbben 20 és 30 év közöttiek, tanultak, vagy olyanok, akik sosem jártak iskolába. Főleg iszlám vallásúak. Csak kevés lány és nő van a táborban. Amint egy 80 fős közösség összetétele folyamatosan változik. I have sometimes people here. Okay, I speak, I go to supermarket, to a cafe, to sit, maybe hear joking, maybe eat, but not all the calm. Mustafa algériai, már egy éve a menekültáborban él. Szabad idejét legszívesebben rajzolással tölti. Loznicán már kiállítást is szerveztek a műveiből. Ehhez hasonló módon, azaz kreatív és kulturális jellegű műhelymunkákon keresztül próbál a Menekültügyi Védelmi Központ hidat építeni a migránsok és a helyiek, főleg a gyerekek között. Na taj način deca iz lokalnih osnovnih škola formiraju i stav prema tražiocima azila i razumeju ko su, šta rade, zašto su u Srbiji i smanjujemo mogućnost za neka političke manipulacije i formiranje nekakvog ksenofobičnog stava. I nekako i deci i lokalnom stanovništvu azilanti su vrlo egzotični. A menekültek jogi biztonságot és ugyanolyan egészségügyi ellátást kapnak, mint a szerb állampolgárok. Szerbiában 2008 óta törvény szabályozza a menekültek ügyét. A belügyminisztérium és a menekült és migrációs ügyi biztosság a felelős állami szervek. Kada lice koje zatraži azil na teritoriji Republike Srbije izrazi pred policijskim službenikom tu nameru, policijski službenik mu daje potvrdu o izraženoj nameri i tada komisarijat za izbjeglice i migracije takvo lice primi. Ja sam dužan da kažem da se nama ne javljaju sva lica koja su dobila potvrdu o izraženoj nameri, nego samo ona lica koja zbog nedostatka novca ili nekakve bolesti ili nekakve druge nevolje nemaju hudi, nemaju svoje sredstva da negde stanuju. A menekültáborban alapvető megélhetési feltételeket biztosítanak nekik. A fejenkénti csaknem 8 eurós kiadást az állami költségvetésből biztosítják. Szerbiában évről évre nő a menekültek száma. 2008-ban még 77-en kértek menedéket, 2013-ban már 5065-en, az idei év első felében pedig megközelítőleg 4300-an. Szerbiában azonban jelenleg 4 ilyen tábor működik, amelyek kapacitása összesen mindegy 500 fő.